Kiváló teljesítménnyel végzett az MB3 középcsoportjának élén klubunk fiókcsapata, a Soroksár SC, amely több a Ferencvároshoz ezer szállal kötődő edzővel és játékossal a következő szezont már az MB2-ben kezdheti. Az együttes legtapasztaltabb labdarúgójával, a napokban szerződést hosszabbító Lisztes Krisztiánnal a HLS díjátadó gáláján beszélgettünk, ahol a harmadosztály idei legjobbjának választották. Hál' Istennek jól sikerült, hiszen megnyertük a bajnokságot elég fölényesen szerintem. Tehát ez nem csak az én, hanem a csapat érdeme is, meg az egész edzői stábnak, meg az egész háttérnek, aki ott dolgozott szerintem Soroksáron. Egy bajnokság megnyerés az azért ezekről a dolgokról is szól. Nagyon jó, össze lett rakva a csapat, élveztük a játékot, nagyon sok gólt rúgtunk, nagyon keveset kaptunk, ami kell mondjuk egy bajnokság megnyeréséhez, de valóban jó kis közösség alakult ki, aminek köszönhető egyébként, hogy a végén nagyon simán nyertük ezt a bajnokságot. Korábbi válogatott középpályásunk az FTC és a Soroksár közti szoros együttműködésről, valamint a következő szezon terveiről is beszélt. Ez mindenképpen egy jó dolog és egy segítség szerintem azoknak a játékosoknak, azoknak a fiatal játékosoknak, akiknek talán a másodosztályban való játék lehetőség ad egy olyan lökést végül is, ami ahhoz segíti őket majd esetleg, hogy az első osztályban is be tudják magukat verekedni a csapatban. Ez mindenféleképpen jó dolog. Ugye egy Budapest közeli csapat, hál' Istennek sikerült ezt a fúziót szorosra kapcsolni, és bízom benne, hogy az első másodosztályban lévő évben sikerül valóban azok a játékosok, akik a Fraditól jönnek, azok a játékosok, akik már a magot alkotják és megvoltak Soroksáron, egy szép sikert elérni. Hát igazából még nem alakult ki szerintem a keretünk teljes mértékben, tehát még nem vagyok teljesen ebben sem képbe, hogy kit sikerül leigazolni, kivel sikerül megegyezni, úgyhogy ez még a jövő zenéje. De ebben az évben is ott volt például Kis Nyilaselek, aki nagyon tehetséges, és az út előtte is nyitva áll, és csak rajta múlik egyébként, hogy beverekszi magát egyéb az első csapatban van sem. Remélem, hogy olyan tehetséges fiatalok fognak hozzánk érkezni, akik nem csak tehetségesek, hanem valóban motiváltak és szeretnének valamit elérni ebben a sportágban. Újoncként mindig a bennmaradás a cél, de én nagyon remélem, hogy a Soroksára sikerül sokkal szebb célokat elérni. Hát remélem, hogy ahogy telik-múlik majd az idő és fordulóra mennek a mérkőzések, úgy változik majd a mi célkitűzésünk, és úgy fogunk majd felfelé gondolkodni, de nem tudom igazából ezt megmondani. Meglátjuk, hogy milyen erős lesz a keretünk. Az a cél egyébként, hogy azok a fiatalok, vagy te is említetted, játék lehetőséget kapjanak, ha lehet, minél hamarabb visszakerüljenek esetleg a Fradihoz, és akkor jó úton haladunk. Az a lényeg, hogy egy stabil másodosztályú csapatot építsünk szerintem.